A projektnyitó rendezvényt Fehérvári Tamás, a Tolna vármegye önkormányzata közgyűlésének elnöke nyitotta meg. Kiemelte, Bonyhád mind szépségében, szervezettségében, létesítményeiben, gyors léptékben fejlődik. Filóné Ferenc Ibolya kifejtette, az eddigi 7 nyertes top pluszos pályázatból 4-nél kötöttek már szerződést. Az egyik ilyen a Malomóvoda korszerűsítése. Erre a célra 500 millió forintot nyert a város, teljes körű felújításról beszélünk, valamennyi csoportszoba teljesen megújul, ugyanakkor egy új tornaszoba is épült, tehát egy új épület a rész is, sel is ki fog egészülni az intézmény. Az udvara, eszközbeszerzés, energetikai korszerűsítés mind-mind a projekt része. Bízom benne, hogy az óvodások jövő szeptembertől, a következő nevelési év kezdetétől már a megújult Malomóvodában kezdhetik az óvodai pályafutásukat. Az önkormányzat 410 millió forint támogatásban részesült a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében a helyi piac fejlesztésére. A piac beruházást mindenki nagyon régóta várta ennek a projektnyitó eseményére, és azért kerülhetett sor, hiszen a támogatói döntés megszületett, a támogatói szerződést aláírtuk az irányító hatósággal, a források rendelkezésre állnak, a közbeszerzés folyamatában zajlik, két részre osztottuk, a Folberger utca jobb és bal oldalára, a Rákóczi utca felől nézve a jobb oldalra kezdjük, nem csak térkövezünk, nem csak parkolókat fogunk építeni, hanem szeretnénk a zöldjében is megújítani ezt a városközponti területet, és természetesen a piacnak a teljes területét új bújkolatokkal, fedett elárusító helyjel, olyan környezetben fogadni mind az eladókat, mind pedig a vásárlókat, ami méltó egy városi piachoz. Nagyon régóta várjuk, 2016 óta rendelkezésre álltak azok a tervek, amit megálmodtunk. Bízom benne, hogy 25 tavaszára, nyár elejére meg is valósulhat. 279 millió forintnyi pénzgyújtatást kaptak, szintén a településfejlesztési pályázatnak köszönhetően a Cikói bekötőút belterületi szakaszának, valamint a Bátaszék-Bonyhád összekötő út fejlesztésére. Mintegy 900 méter hosszú útszakaszról beszélünk, amely új aszfaltburkolatot kap, megerősítve, de nyílt csapadékvizelvezető árok is megújul, a buszöblök is új és teljesen szabályosan kialakításra kerülnek, és remélem, hogy ennek a megújulása is még az idei esztendőben megvalósulhat, hiszen a közbeszerzés még folyamatban van, de néhány hét és már itt is szerződést köthetünk a kivitelezésre. Ugyanennek a projektnek a másik része pedig a 6-os csomópontnál egy kanyarodó sáv megépítése Szekszentferé. Bízom benne, hogy ez is minél hamarabb megvalósul. A Széchenyi Általános Iskola udvarának megújítására pedig 180 millió forint összeget biztosítottak. Az intézmény vezetője Steiner Krisztián tájékoztatott a megvalósításról. A szerződés már megkötésre került, a munkaterület átadása is megvolt éppen hétfői napon, és úgy tűnik, hogy egy olyan 5 hónapos kifutással megvalósul a teljes projekt, ami tartalmazza a valamennyi burkolatnak a cseréjét, rekordtán burkolattal lesz ellátva, új kosárlabdapálya kerül kialakításra, futópálya, távolugrópálya, röplabdapálya, valamint egy olyan játszótér kerül majd kialakításra, ami interaktív jellegű lesz, plusz megvilágításra kerül az udvar. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan fejlesztés lesz, ami az elmúlt időszakban nagyon sokan vártak, és szerintem a második fél évre a gyerekek már örömmel veszik birtokba. Új világító testek is kihelyezésre kerülnek a kivitelezés során. Ez egy fontos szempont volt. Természetesen a környezettudatosság is megjelent a pályázat végrehajtása során. Én azt gondolom, minden igény kielégítő lesz a sportudvar. Fejlesztésekre 5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a városnak, ebből már több mint 2 milliárd forintot lehívtak, amelyből az eddigi nyertes pályázatokat valósítják meg. További projektek benyújtására is törekszik az önkormányzat.